Itt lesz majd mindjárt a Gizella utca, az nem ilyen betonút lesz, ott tolnom kell majd a rollert, de nagyon szép út amúgy. Igen, itt kell bemenni. Olyan szép lila virágok vannak itt. Ha jól emlékszem, ez valami bükkönyféle. De nem vagyok benne biztos. Jól néz ki. Tele van velük a mező. Jaj. Ó, megcsinálták ezt az utcát. Úgy emlékszem, hogy itt salak volt, nem pedig beton. Tök jó, hogy itt most lehet menni. Kicsit nehéz itt felfelé hajtani. Meg nagyon tele van aggatva rollerem, most sok cucc van nálam. Úgyhogy egy kicsit pihenésképpen most gyaloglok. Hú, nagyon kellemes, friss levegő van. Még az is lehet, hogy lesz egy zivatar délután. Hú, itt van mindenütt ez a sok lila virág. Meg a szép pipacsok. Tök jó. Hú, nagyon jó ide kijönni. Nincs is messze. És mégis az ember ilyen tök jó természetben van. A Dorogi tóhoz is akartam menni, csak az még hideg ilyenkor, mert az egy hegyi bányató. És akkor gondoltam, hogy inkább ide jövök most. Hú, ez gyönyörű ez a bokor. Ilyen szép nagy virágok vannak rajta. Gyönyörű. Na ja, mások is jöttek ide pizzajozni. Pont azon gondolkoztam tegnap, hogy én régebben a fiammal biciklizgettem sokat, meg kirándultam, meg rollereztem, és ilyen nagy rollertúrákat csináltam vele. És most pedig ő már nagyfiú, és külön programokat csinál a haverokkal, meg rengeteget sportol egész héten, és kifárad. És akkor én egyedül csinálok programot. Aztán majd, hát ha valaki becsatlakozik, akinek van kedve, nem tudom. Nekem most ez nagyon jót tesz, hogy itt mászkálgatok. Majd megnézem, hogy ez milyen növény. De igazából nem is fontos tudni. Néha pont az a varázslatos, hogy nem tudjuk, hogy mit nézünk. És olyan cuki ez a méhecske. Ott van a tó. Egyszer ezen a tavon átúztam egészen idáig, a kettes tóba. Jaj, bocsánat. Jött egy biciklis. Itt vagyunk a híd előtt. Jó kis híd ez. Én állandóan ilyen hidakkal találkozom. Olyan klassz.
Most megyek át rajta. Hú! Milyen zöld a víz. Olyan érdekes, nem ilyen zöldre emlékeztem tavaly. Nagyon szép. És kisütött a nap is. Milyen érdekes ez a kép. Gyönyörű. Na, itt egy kicsit nehézkes lesz följutni. Na, ügyesen fölemeltem itt a rolleremet. Úristen, de szép ez a hely. Ilyen képekből táplálkozik a lelkem egész hétre. Fantasztikus. Na, itt meg legurulok. Tök jó lesz majd megmutatni az olajágas lakóknak ezeket a filmeket megint, mert mindig szeretik hétfőn megnézni, és kicsit olyan, mintha kivinném őket magammal. Mindig az a vágyam, hogy eloszhassam őket, mert látom, milyen jót tesz nekik, hogyha ilyesmit látnak. És pláne, hogy ezek nem dokumentumfilmek, amik valami idegen vesz fel, hanem ezek az én saját élményeim, és élőszóban elmesélem nekik a körítést. Ezért marhára élvezik, mert sokkal könnyebb odafigyelni az élőszóra. Hát ez a fal itt nem olyan menő. Na ja. Itt meg vannak ilyen nyaralók. Ez nem olyan tetszetős ez az útszakasz. Na, egy kis pihenés. Hú, azért félkezzel tartani ezt a járgányt, azért elég kemény. Most kezet váltottam. Nagyon jó lesz majd utána a vízben kinyújtózni, mert már nagyon érzem, hogy egy hete nem úsztam. Pontosabban múlt vasárnap voltam a Dunában, de csak az egy rövid úszás volt, mert utána siettem egy találkozóra. Jó, nem siettem, de nem volt idő egész délután ott lenni, de nagyon klassz programunk volt. Hú, jól kifáradtam azért eljutni, de ez nem semmi. De milyen jó lesz ezután majd aludni, mint aki jól végezte dolgát. Annyira szenvedtem, mikor évekig be voltam zárva. Szörnyű volt. Mostanában ezen gondolkozom sokszor, hogy milyen jó, hogy most kín lehetek, és olyan élményeim lehetnek, amik nekem borzasztóan hiányoztak évekig. És
tulajdonképpen nekem nem is voltak ilyen nagyra törő vágyaim, csak szabadnak lenni. És végig gondoltam, hogy ez miért olyan fontos nekem. És hát így visszakövettem gyerekkoromig azt, hogy miért is fontos nekem ez a szabadság, az utazás, a gyorsaság, a látványok. És hát egy csomó dolog vált világossá számomra. És tervezem, hogy ezekről majd csinálok egy videót, mert azt gondolom, hogy talán másnak is hasznos lehet, hogyha ennek a gondolatnak mentén így végig gondolja, hogy bizonyos jelenbeli dolgok, vagy az elmúlt évek eseményei hogyan függnek össze a gyerekkorával, és hogy igazából teljesen érthető és normális vágyai és törekvései vannak, mert nagyon sok ember él abban, hogy amikor szeretne valamit, akkor a környezete azt így érvényteleníti, hogy teljesen nem is érti, hogy ő miért szeretne ezt vagy azt. És igazából én most, hogy a múltammal tudtam kapcsolódni újra, most értettem meg magam, meg hát másokat is, de a legfontosabb az, hogy az ember saját magát megértse, mert addig másokat nem fog tudni. Na, ott van már a kék tóbüfé, és mindjárt odaérek a strandra. Most itt legurulok. Hú! Azt a isteni ez a gurulás. Közben figyelem a burkolatot persze. Csak a telefont tartom ferdén, hogy itt látszódjon ez a szép útszegély. Sok szép természeti dolog. Ja, ez még nem a kék tóbüfé volt. Úristen, de messze van ez a hely. Én azt hittem, hogy sokkal közelebb. Úgy emlékeztem tavalyról. Jó, hát tavaly egy évvel fiatalabb voltam. Bár sokszor azt érzem, hogy tavaly voltam sokkal öregebb, mert sokkal rosszabb állapotban voltam tavaly, és nagyon-nagyon ijesztő volt megtapasztalni azt, hogy le lehet engem építeni hetek alatt. Iszonyat volt. És minden törekvésem lesz ezek után, hogy én jó állapotban legyek, ameddig csak lehet, és a tőlem telhető mindent megtegyem ehhez. Puh! Na most! Hát ez nagyon durva volt, itt legurultam, és jó kis szakasz volt. Na, itt van ez a nagy kutyasétáltatós és vurslis és mindenféle plac, és az ott a kék tóbüfé, ahol van mellékhelyiség, meg lehet kapni egy kis kaját. Én mondjuk hoztam magammal, de hát az a lényeg, hogy nyitva vannak. És itt a strand. De klassz. Megvan minden. Tökéletes. Ja, Istenem. De jó végre ide érni. Hát ez isteni. Majd még le kell kecmeregni ide a partra. És oda át szoktam úszni szemközt. Partszakaszra, meg ott van egy nagyon jó kis zátonyos rész a víz közepén. Most fogom felavatni a békaúszonyomat, amit ugye a műtét után vettem, hogy ne menjen kárba, mert 40-es, és másnak nincs 40-es lába, úgyhogy de jó lesz. Csak először egy kicsit majd pihenni fogok persze, mert elfáradtam, de az is lehet, hogy a vízben fogok pihenni, mert az segít az elmacskásodott izmaimnak kilazulni. Na, sziasztok, majd még jelentkezem.
Köszönöm.